Nincsen húsvét fonott kalács nélkül, a sonka elmaradhatatlan kísérőjének számító tészta elkészítésének fortéjait Fest Attiláné Rúzsika mutatta meg stábunknak. Mint megtudtuk, a minőségi alapanyagok mellett fontos odafigyelni arra, hogy a tészta nehogy túl kelljen, valamint a 20 percnél tovább történő sütés is okozhat kellemetlen meglepetéseket. 50 a lisztet használok a kalács készítéséhez, de ezt átszitálom, mert ettől a borzáblazább lesz. Az átszitált liszthez két kanál sót, három kanál cukrot, három deciliter tejet tesz Feszt A tejből annyit veszek ki, hogy egy kis cukros tejbe a két és fél deka élesztőt ennek a felét meg tudjam futtatni. Ezt az alapanyagot egyszer összekeverem, és egy kicsit a margarint, tízdek a margarint felolvasztok egy kevését csak a mikróba, nem nagyon, hogy picit puhább legyen, és előbb, fel, lehet dolgozni, és azt úgy teszem bele, akkor az egész anyagot összekeverem mixerrel, akinek nincs mixere, az pedig tudja kézzel dagasztani, egy jó 10 perc alatt meg lehet dagasztani. Mint egy 45 percet kelt a tészta, a következő lépcsőfok pedig a hármas fonás volt. Itt fontos figyelni arra, hogy mindig a szélére eső rudakat rakjuk be középre. És mehet a sütőpapírra. A sütés előtt rózsika teljes tojás sárgával kente be a kalácsot, valamint mákot szort a tetejére. Ahogy fogalmazott, a máktól elegánsabb lesz a tészta, és jó ízt is ad neki. Vigyázni kell, hogy nehogy túl kelljen, mert akkor már nem olyan lesz az állaga. Azon kívül a sütésnél, hogy ne süssük túl. Az a 20 perc az úgy hát elég egyébként, nem szoktam többet sütni. És az elégkeverése sütőre gondolok, most egy másik hagyományos sütőnél azt mindenki kitapasztalja. A húsvéti kalácsnak vidékenként eltérő formái voltak, és a fonásmód is változatos volt. Sok helyen készítettek például kerek- vagy gyűrű alakú kalácsot.